Erzsála Mesterünk, áldás békességet kívánok mindenkinek, testvérek. Isten hozta a testvéreket Pozsony Juti reformációi estünk alkalmával. Vihar, közben hátulból kitört a vihar. Bízunk benne, hogy a vihar nem fog csendesedni. Elég komoly szugást hallok. Dörgést, villámlást, mint annak idején Luther Mártal is Kávjás tette és jogosát tette. Marsti előadónk, tisztesség számunkra, Dr. Szabolajos professzor úr, Nemeges Teológiai Akadémia tanára és professzora, Isten hozta közöttünk, kezdjük el ma esténket, és énekeljük egy Luther éneket. Énekes könyvünk sorszáma szerinti, sorszám 370-es ének, és a torkom nincs a helyén. Jövel Szentlélek, Úristen! Azok esetben. Ez lehet kívülről, de azok, amit összekérnek ilyen. 370-es. Emberes. Ez közben kikapcsolódik, hogy valahogy nincs meg most. Verszak Róma 1.17, a verszak második fele, az igaz ember hitből él. Luther talán életigéje, hitből él. Tiszteltek el professzorodat, előadása, megtartása. Nem tudom, most valami technika belépett, mert valahogy nem veszi át a képet. Én nekem megvan, csak ott nincs meg. Nem tudom, hogy ez... Na most megvan. És esetleg ez a... Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai esténken, és köszönöm a meghívást, és azt, hogy itt lehetek, és ezt Barátos Jenő kedves barátom és testvérem, akivel régi szálak kötnek össze, olyan invitálással szólított meg, hogy annak nem lehetett nemet mondani, csak igent mondani mindenképpen, és örülök annak, hogy így találkozunk. Mondjuk nekem most egy olyan érdekesség alakult idén, pont a reformáció 500. évében, hogy többet szolgáltam református gyülekezetben, mint evangélikusban. Ez egy érdekes helyzet, mivel saját gyülekezetem most nincs, és kétszer egymás után a tiszántúli református egyház kerületnek vezettünk Fazekas Sándor professzorral egy-egy hetes lelkész továbbképzését, aminél szintén így együtt dolgoztunk. Én nagyon örülök annak, hogy most itt lehetek, és erről beszélhetek. És akkor, amikor arról próbáltunk együtt gondolkodni, hogy mi legyen ennek a címe, vagy mi legyen az, ami elénk kerülhet, én egy ilyet próbáltam megfogalmazni, hogy milyennek szeretné látni Luther és Melanchthon a mai egyházat. Én gyakorlati teológus vagyok, nem egyháztörténész, nem rendszeres teológus, hanem én a gyakorlati teológiának a területén dolgozom, tehát a lelkész képzésnek a tulajdonképpen mindennapi feladatai az, amiben én fáradozom. De hogy milyennek szeretné látni Luther és Melanchthon az egyházat? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egymás mellé tettük Luthert és Melanchthont. Általában az a helyzet, hogyha ezt megnézzük, akkor mindig egy ilyen hatalmas nagy Luther szoborral lehet találkozni. De leülhetek? Jó, mert jobban lehet látni is talán. Tehát egy ilyen nagyméretű Luther szoborral találkozunk, és valahogy mindenki azt hiszi, vagy úgy van elterjedve, hogyha, mintha minden csak Lutheren múlott volna, mintha egyedül ő állt volna a középpontba, és ugyanakkor, ha a mai tudománnyal visszatekintünk a kutatásokba, akkor nagyon hamar kiderül az, hogy Luther hihetetlen jó munkatársi csapattal rendelkezett. Tehát az, amit mi ma úgy kezelünk, meg úgy beszélünk, hogy tréningeken részt veszünk, meg próbáljuk irányítani a dolgokat, ott eléggé adott volt. És ugye a Luther ma megszólalna,
és úgy megkérdezni azt, hogy hát tulajdonképpen mi az a legfontosabb téma, ami őt érdekelni, Luthert valószínűleg ma az érdekelni legjobban, hogy mi emberek milyenek vagyunk. Ja, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy milyen emberek is vagytok ti? Vagy milyenek az emberek, ahogyan egymáshoz való viszonyukban az életük helyzetében? Ez nagyon érdekes, hogy én erre gondoltam, hogy ezt úgy mindenek elé oda kell tennünk. Ugye Melanchthon, most egy picit megnézzük ezt a Melanchthon szobrot, amelyik a Melanchthonnak a tulajdonképpeni születési évfordulójára készült. A mi teológiánk udvarán van ez a két kép. És azért is hoztam, hogy egy kicsit mutassam azt, hogy Luther 7 méter magas, Melanchthon pedig 67 centi. Tehát ha a kettőt így próbáljuk mérlegelni, ezt önmagában így jó azért egyszerű látni, meg tudni, hogy hát azért ez is elárul valamit. Viszont ha megnézzük, azért alapvetően kutas művész ura, aki ezt készítette, nagyon megtalálta ezt a barátságos, közvetlen, türelmes melanchthoni arcot, és aztán majd megnézzük Luther arcát is közelebbről, mert azért nem kerüljük meg a témát. Melanchthont mi érdekelni a mai életből és a mai egyházból? Melanchthon valószínűleg azt kérdezni és az érdekelni, hogy megteszünk-e mindent azért, hogy felkészülten, kiművelt fővel és megalapozott tudással valóban tisztában hirdessük az igét. Én ezt próbáltam úgy megfogalmazni, a lehető legrövidebben, hogy itt minden szónak valami nagyon lényeges küldetése van. Ugye Melanchthonnál, hogy mindent a humanista háttér, mint az egyik legnagyobb humanista abban az időszakban, számára hihetetlenül fontos volt az, hogy megtesz-e valaki mindent azért, hogy minőségi legyen a gyülekezetbe, az egyházba a helytállása. Tehát, hogy tényleg minőségi emberek vannak ott, akik mindent megtesznek, és három dolog, ami a humanizmusából nagyon erősen mindvégig jelen volt, és ezek is olyan területek, ahol Melanchthonnak hihetetlen türelme volt Lutherrel szembe, hiszen Luther szangvinikusabb, támadékonyabb, gyorsabb, hirtelenebb és türelmetlen volt. Ez egyértelmű, ezen nincs mit vitatkozni, én elég evangélikus hátterű vagyok, meg evangélikus minden szempontból, de ezt el kell tudni fogadni, hogy Luthernek ez volt a habitusa. Melanchthon viszont mindig azt mondta, hogy felkészült-e. Tehát, hogy felkészült-e az, aki valamit szól, valamit ír, valamit mond. A másik, hogy kiművelt fő. De Melanchthon a retorikának azt a fajtáját erősítette föl a 16. században, amelyik nem egyszerűen a szónoklástant, hanem a gondolkodásnak a mélységét, minőségét előtérbe helyezte. Ugye ez egy olyan dolog, hogy én nagyon sokáig, megmondom őszintén, én Nyugat-Dunántúlon nevelkedtem, Kőszegen éltem gyerekkoromban, utána kerültem a másik nagy kultúrcentrumba, a Bosnyák térre, kettő közt van egy kis különbség, a kőszegi város tisztasága, nyugalma, meg a Bosnyák téri élet között, ezt úgy tanulgatja az ember, akárhány évtizede van ott. És ugye én mindig csodáltam, hogy az öreg idősebb papok, azok a prédikációnál nem használtak papírt, vagy nem rakosgattak papírokat a Bibliába. Igen ám, de fölkeltek hajnali 5 órakor, és a régi retorikai agyjáték szerint ők az egész prédikációt fölépítették olyan szintre, hogy bennük volt, és tulajdonképpen olyan minőségi felkészülés volt, hogy a szószéken majdnem automatikusan ment a prédikáció, mert megtanulták szóról szóra, és fejben memorizálták. Na most ez a kiművelt fő Melanchthontól nagyon-nagyon benne van a reformáció minden ágában, és a megalapozott tudás. És a Melanchthonnak az igazi célja mindennel az volt, amit a reformáció egész folyamatában mindig képviselt, hogy tisztábban hirdetni az igét. Most itt nagy vitát lehetne rendezni, hogy mit értünk ez alatt az egy szó alatt, hogy tisztábban hirdetni. És ma is egy nagyon izgalmas kérdés az, hogy tisztábban megszólaltatni az igét. Ugye ilyen salakosan, kicsit szemetesen,
kicsit bóvlian, kicsit tisztátalanul, ezeket ismerjük. Tehát, hogy valamilyen formában néha zavar is minket az, amikor azt érezzük, hogy egy ige hirdetése valamilyen formában nincs letisztulva, nincs kikristályosodva. Én azt szoktam mondani, hogy a reformáció nagy alakjainak, Luthernak is, Melanchthonnak is, Calvinnak is, Bugenhagennak is, mindegyik, aki ilyen Karstadtnak is, mindegyiknek, aki ilyen nagy alak volt, valahogy ez volt az igazi szíve ügye, hogy ez a letisztult, tiszta ige uralkodjon a szószéken. Tehát, hogy egyértelmű legyen. Ne legyen benne ilyen mismásolás, és ne legyen benne. Ugye Luther maga is próbálta ezeket itt tenni, de ugye tudjuk azt, hogy Luthernek nem volt egyszerű a helyzete, főleg a magyar diákok panaszkodtak arról, hogy azért jobb, ha a Melanchthon beszél. Annak ellenére, hogy Melanchthon nem volt fölszentelt lelkész soha, tehát ő igazából nem volt így ilyen értelemben lelkész, úgy volt reformátor, erről meg később mondok valamit. Viszont a magyar diákok arra panaszkodtak, hogy Luther cserélgeti a nyelveket. Tehát a különböző németet is cserélgette, de bedobta a latint, a hébert, a görögöt, a prédikációt. És ez szegény magyar diákoknak, akik Sárospataktól, Sárvárról, bárhonnan oda mentek, hát ez egy nagy fülharc volt és szenvedés volt, hogy menet közben nem elég, hogy egy bizonyos nyelvet kell, és azt szerették volna, hogyha egy másik nyelv van ott, amit ők viszont nagyon jól tudtak. Mert az akkor Wittenbergben menő magyar diákok kiválóan tudtak latinul. Ezt ugye még a Melanchthon házában, most voltam ott két hete Wittenbergben, és Melanchthon házában még följegyzés is van arról, hogy a magyar diákok mennyire precíz grammatikusok a latinban. És ezt egy Melanchthon mondta, aki még Luthert is dorgálta, hogy nem elég jó a latinja. Ugye ez egy olyan értelmű helyzet, hogy ez nagy elismerés volt. Ugye ez a tiszta igehirdetés, tehát a kiindulási alap valahogyan innen jönne. Ez csak egy kicsit a jókedv kedvéért tettem be, hogy idén megpucoltattuk, mert már nagyon mohás volt. Viszont olyan erősen kijöttek az arcvonások, hogy most már egy kicsit félni lehet tőle. Úgyhogy én mohással, feketéssel, szürkéssel jobban szerettem, így egy kicsit ijesztő. Ha távolabbra nézzük, akkor barátságosabb azért. És ugye itt látható a két alak egymás mellett, az együttmunkálkodás is. Ugye Luther gondolkodására a realitásérzék, az empátia és a jóindulatú közeledés, ez nagyon jellemző volt. De mindez egy nagyon határozott módon. Tehát ilyen nagyon akaratos, határozott módon, és nem nagyon volt türelme semmilyen formában hosszú ideig, inkább gyorsan lejátszódjanak a folyamatok, és gyorsan eredményre lehetett jutni. Ugye ez egy érdekes dolog Luthernél, hogy a realitásérzék azért nagyon benne volt, ugye az empátia az egy egészen különleges dolog, ugye Luther akkor, amikor egyszer Melanchthon nagyon beteg lett, és már halálán volt, akkor Luther azonnal odautazott, és szinte ilyen csodatéteményszerűen ott imádkozott Melanchthon mellett, és ráparancsolt, hogy nem halhat meg, mert Krisztus nem ezt ígérte neki az éjszakai álmában, hanem életre kell kelned, és akkor egy ilyen csodatörténetként van leírva, hogy Melanchthon elkezdett tenni, és nem halt meg, és megmaradt. Ugye kettőjük kapcsolata nagyon érdekes volt. Melanchthon gondolkodására viszont ez a négy dolog nagyon jellemző. Az éles elemzés, ő nagyon-nagyon utána járt mindennek. Tehát ez a tipikus tudós, utánajáró, minden oldalról mindent leellenőrizni, bebiztosítani, és valahogy Melanchthon gondolkodására nagyon jellemző volt az, hogy egy ilyen aszkéta típus volt. Mind a két reformátorról igaz, de ez a református reformátorokról is igaz. Ezt is tudom, hogy az egészségükkel elég sokat kilódtak. Tehát mindegyiknek volt olyan, amikor leírták azt, hogy a Luther borzasztóan tudott részletesen erről szinte nyavajogni, hogy milyen egészségügyi problémái vannak. Melanchthonnak még eleve volt egy olyan problémája, hogy 150 centi magas volt, nagyon kis vézna alkatú volt, és ugye amikor először megjelent valahol, hát nagyon igyekezett kellett, hogy észrevegyék. És abban az időben is volt olyan, hogy az egyetemen nem azt nézték, hogy ki mennyit tud, hanem azt nézték, hogy jelenik meg, és milyen a megjelenése, lehengerlő, lebilincselő, vagy nem azt. De az aszkéta típus az nagyon jellemző volt rá. Irénikus megközelítés, borzasztóan ezt a béke
keresést és a béke utat járta, ahol csak megtehette, és lehetőleg mindenütt kompromisszum készséget próbált elérni. Ugye maga Melanchthon hozta magával ezt a régi ókori drámákból és az ókori retorikából, hogy a lényegi dolgokba nagyon erősnek lenni, a formaiba lehetett egy kicsit engedékenyebbnek lenni. De a lényegiben ugye ő nagyon határozott volt azért. Ugye Lutherre is és Melanchthonra is, a két reformátorra ez a fajta szemlélet volt nagyon jellemző, hogy a középpontba Krisztus keresztjének kell állni. Tehát bármi történik, bármi játszódik le, bármilyen események vannak, ott a keresztnek kell állni. És hát azt is el kell mondani, hogy a harc szelleme az ő korukban, az ő életükben egyértelműen onnan is kiindult, hogy azért a kereszt helyén sokszor a pápa állt. És ugye a fő tisztelet és a fő imádat egészen máshova irányult, és ez az ő reformátori tevékenységüknek egy nagyon komoly kérdése volt. Én most a mai estére azt gondoltam, hogy egy kicsit ilyen mai módon, talán a modernebb világunknak megfelelő eszközökkel tennénk meg egy kis kirándulást, hogy vajon mi lenne az az öt kérdés, amit ők feltennének a mai egyházzal kapcsolatban. Milyen területeket kérdeznének meg? Ezt próbálok egy színes helyzetet hozni, legalább ennyire színeset, hogy egy ilyen színes világ legyen. Öt nyakkendőt ki lehet választani, mert lesz öt kérdés, és aztán utána meg lesz öt jelző. Ugye Luther rózsát az itt egy kicsit az indulásnál, azért ezt ide helyezzük. Első kérdésem szerintem az lenne, hogy ha egy gyülekezetben ott lennének a reformátorok, egész biztos, hogy a lutheri gondolkodás és a melanchthoni társ gondolkodás alapján ez lenne az első kérdésük, hogy hányan olvassák a Bibliát. Hányan olvassák folyamatosan az egyházban a Bibliát. És ugye ez azért egy olyan megfogalmazás, amit Luther így fogalmazott meg, hogy mindennek a célja pedig az, hogy a keresztjének az írásnak naponkénti forgatása folytán az írást megértsék, abban jártasságot és tájékozottságot szerezzen. Ez nevelt ugyanis hajdan igen buzgó keresztjéneket, szüzeket és vértanukat, és ennek kell a jövőben is nevelnie. Ja, ez azért egy nagyon alapvető téma. És a modern egyháztól, vagy a mai gyülekezettől is azért valljuk be őszintén, nem ártana néha megkérdezni ma azt, hogy valóban hányan olvassák folyamatosan a Bibliát. Hányan veszik a kezükbe a Bibliát, nem csak úgy, hogy meghallgatják a szószék alatt a prédikáció alapigét a liturgiába, hanem valóban otthon van Bibliájuk. Valóban használják, olvassák, engedik, hogy az életüket ez átjárja. És ugye ez egy kicsit a képpel is illusztrálni akartam, hogy valójában ez a Biblia a kézben, ez Luthernek is, Melanchthonnak is, és az egész reformációi gondolkodásnak az egyik nagy alapkérdése, az öt kérdés közül valószínűleg a fundamentális kérdés az, hogy hol van az életünkben a Biblia. Ugye ma reggel a teológián az egyik hallgatónk tartott a reggeli áhítatot, és bennültek tanárok, diákok, és hát a hallgató az úgy szabadon egy kicsit úgy próbált modernen áhítatot tartani, és Joel könyvéből volt a Kiárasztom rád a lelkemet, ezt az igét vette, és aztán utána azt mondta, hogy most két részre osztja az áhítatát. Az elsőben úgy szeretné megkérdezni azt, hogy az itt jelen levők közül egyáltalán kinek mi jut eszébe Joel könyvéről. Teológiai tanárok voltunk ott, teológiai oktatók, teológiai hallgatók. És akkor úgy mondta, hogy nem tudományos tézis, hogy melyik kéziratban hol szerepel, vagy nem így, hanem konkrétan mi. Ugye nyilván mindjárt mondta mindenki a sáskát, mindenki mondta a pünkösdöt, tehát amit így hirtelen tudunk, de bizony törni kell néha az ember agyát abba, hogyha egy ilyen kis profétát vagy valakit úgy rákérdez, hogy na vajon mennyit tudok én erről úgy magamtól, a magam olvasásából. Ugye második kérdés valami ilyesmi lenne, miért járok istentiszteletre, vagy miért jártok istentiszteletre, és milyen a jó istentisztelet szerintetek? Ugye a Biblia stabil, az első kérdés, az abszolút
alapkérdés, és a második egész biztos, hogy a reformátoroknak az lenne, hogy milyen a jó istentisztelet, hogy miért jártok istentiszteletre. És ezt ma is, ahogy elkezdjük, és hogy igazából meggondoljuk, hogy a reformációnak egy alap iránya volt az, hogy az istentisztelet azoknak érthető, érezhető, követhető, és mindig azt a latin szót is használták, hogy participáció. Tehát, hogy részt tudjon venni benne valóban, aki ott ül. Ugye ebben benne van az egész csomag, az anyanyelvtől kezdve, a fordításokon keresztül, sok minden egyéb, hogy az Isten tisztelet mennyire legyen ilyen. Ugye ma éppen az elmúlt héten voltam egy katolikus egyetemen előadni, és ott az volt az érdekes, hogy a katolikus egyetemen pont az istentisztelettel kapcsolatban volt egy nagyon élénk beszélgetés, mert azt vitatták, hogy most a visszatérés vagy a megújulás. Tehát visszatérni oda, hogy mindent a latin mise szerint és a korábbiak szerint, elég sokan ezt vallják, Magyarországon is vannak ilyenek, vagy pedig a tulajdonképpen is szembefordulós, megújított helyzetet hagyni. Ellene, mellette érvek vannak. Pedig a reformáció ideje régen volt, de tudjuk, hogy ott is milyen küzdelem volt azért, hogy az Isten tisztelet milyen legyen. Megszokás, előírás. Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy pont a reformátorok közül pont ők ketten, ugye Luther és Melanchthon volt az, akik egy picit felszabadították az emberek szabadságát abba az irányba, hogy nem kötelező az Isten tiszteleten állandóan ott lenni és részt venni. Ez aztán évszázadokon át hol előjött, hol elhalkult, és a 20. század az nagyon felerősítette valamilyen formába azt, hogy protestáns az azt jelenti, hogy akkor megy templomba, amikor akar. Vagy amikor neki tetszik, vagy amikor bajba van, vagy amikor túl jól megy a sorsa. Most egy kicsit végletekbe játszok, de az az igazság, hogy ez azért elgondolkoztat minket, hogy itt azért nyilván van egy olyan, hogy nem a megszokás, nem az előírás, együttlét, beszélgetések. És én a negyediket nagyon fontosnak tartom, ez a prédikáció utáni jó érzés. Ez is egy olyan, ami Melanchthonnál is és Luthernél is szerepel. Hogy a prédikáció után van egy jó érzése az ige hallgatónak. Tehát az istentisztelet a prédikáció után megszülető érzések világa, amire hihetetlenül nagy szükségünk van ma is. És az a kérdés, hogy így prédikáció után vajon hogyan zajlik az életünk. Én nekem nagyon tetszik az, hogy nagyon sok gyülekezetben, azt nem tudom, hogy itt a Pozsonyi úti gyülekezetben hogy van, hogy a prédikáció után mindig van azért egy kis csend, van azért egy kis nyugalom, van valami, hogy ne azonnal menjen tovább, hanem a prédikáció érjen el, járjon át, valamit próbáljak úgy megragadni, amit én el tudok belőle vinni. Ugye ez nekem nagyon-nagyon fontos, hogy a prédikáció utáni jó érzés miatt. Ugye az Isten tiszteletre biztos, hogy rákérdeznének ma, hogy mit jelent az. Ugye Luther maga is megfogalmazta, hogy milyen választ szeretne hallani. Ugye ő maga megfogalmazta ezt az idén, nem véletlenül a kérdést tettem föl, hogy ezt így fogalmazta meg, Krisztust hallgatni a legjobb Isten tisztelet. Amikor valaki megkérdezte, mi a legjobb Isten tisztelet, ami Istennek igazán tetsző, Martinus doktor így felelt, Krisztusra hallgatni és neki szót fogadni. Ez jelenti és képezi a legjobb és a legmagasabb Isten tiszteletet. Semmi más nem ér semmit. Ez elég határozott vélemény, hogy valójában ez a Krisztusra hallgatni és neki szót fogadni. Ha belegondolunk ebbe, hogy tudjuk elfogadni Krisztus szavát, és hogy tudunk engedelmeskedni Krisztus szavának, hogy ez az Isten tiszteletnek az alapvető küldetése és lényege. Ugye valami ilyen formában, hogy tényleg a Krisztus a középpontba kerüljön minden szempontból az Isten tiszteleten. A harmadik kérdés kicsit vidámabb lenne. Szerintem a reformátor rákérdezne arra, hogy énekeltek-e. Énekelnek-e együtt ma az egyházban? Ugye a reformációnak az ének egy hihetetlen fontos kincse. Ugye a reformációt, ami végighozott, nem egyszerűen csak a zene,
ami később Bach zenéjébe és egyebekben a reformáció minden ágának ilyen anyanyelvi kincse lett, hanem az, hogy ha összejönnek testvérek, tudnak-e énekelni. Ugye a 20. század református ébredésének az énekes anyaga, az például tudom, hogy az én környezetemben is olyan volt, hogy Vas megyében nem érkezett meg a lelkipásztor időre, akkor amíg nem érkezett oda a szórványba, addig énekeltek a hívek. Valahol elkezdték, kinyitották az énekeskönyvet, énekeltek. Ha végképp nem érkezett meg, akkor valaki fölállt a gyülekezet tagjai közül, és bizonyságot tett, imádkoztak, és megint énekeltek. Ma lehet, hogy egy ilyen internetes kereső szolgálattal megnéznék, hogy merre jár a GPS szerint a lelkész, és vajon mikor érkezik oda, és ilyen ritkán van az, hogy ennyire egyértelműen ez az éneklés. Mert mindenkinek jut hely, hangzás és szerep. Tehát a gyülekezetben, a gyülekezeti énekben, az nem ugyanaz, mint ha én otthon egyedül éneklek. Én nem tudom, hogy ki hogy van vele, én akkor nem is nagyon szoktam énekelni, amikor nagy gyülekezetben, úgy szépen benne ül az ember egy jó helyen, és milyen jó azt hallani, ahogy szól az ének, érthető a szöveg. És néha nagyon jó csak hallani, hallgatni az éneket. Az lelkipásztorok nem mindig árulják el, de a lelkipásztorok egyik legnagyobb erősítője az ige hirdetés előtt egy gyönyörűen szóló ének. Én már megfigyeltem homiletikai gyakorlatokon, vizsgaistentiszteleteken, hogy egy gyönyörűen szóló ének még a beszédhibával küzdőt is felsegíti a szószékre. Tehát sok minden megtörténik. Ugye jut hely, hangzás, szerep. A Szentlélek megérzésének és megtapasztalásának egy különleges alkalma az ének, és hogy az ének az a biztos és szent ragaszkodás. Nekem három unokám van, az egyik ikerpár, 2,5 évesek, illetve 3 évesek. Elég korán megtanultak beszélni, sokat is beszélnek, mindegyik beszélők is, de az esti éneklés az abba hagyhatatlan. És én elkezdtem énekelni nekik egyházi énekeket, bevallom őszintén, mert népdal kincseim nagyon hamar elfogyott. És a használható, meg ami tetszett nekik. De megfigyeltem azt, hogy amikor ilyen egyházi énekeket, kis korál verseket, a legkönnyebb énekeket énekli az ember a legkisebbeknek, az egyik az így szokott megszólalni mindig a harmadik, negyedik ének után, hogy ez jó volt. Senki nem mondta neki, hogy ezt kell mondani. És ha idősekre gondolunk, ugyanígy az ének, az milyen sokáig megmarad. Az ének az nagyon sokáig ott van. Élő, belső, lelki, erőforrásként és tartalékként. És ez, hogy énekeltek együtt, ugye van egy pár mondat, amit Luther maga írt le, ott rossz kedély nem férhet el, hol néhány jótárs énekel, nincs ott irigység, gyűlölet, viszály, harag, nem sért szívet, gőg, gond, s minden, mi húsba mar, bú, bánat elmúlik hamar, ki dalban örömét leli, bűn ebben őt nem terheli. Istennél több tetszést arat, mint más öröm az ég alatt. És most jön az ének legnagyobb munkája a reformátor szerint. A sátán művét rontja meg, visszatart sok gyilkos kezet. De ez azért egy elég érdekes megfogalmazás, és azt hiszem nagyon jó ezt tudnunk. De egy kis lelki, hogy mondjam, képbe is egy kis biztatás hozzá. Azért hál' Isten ma is vannak Magyarországon is, mind egyházakban, gyülekezetekben egy megújulás az ének terén. Negyedik kérdésnek én azt gondolom, amit föltennének, ez valahogy így hangozna, hogy mennyire ragaszkodtak a közösségetekhez. Ez lenne a negyedik kérdés. Ami Luther biztos, hogy föltenné, lehet, hogy Melanchthon egy kicsit finomítana rajta. De Luther keményen föltenné, hogy tényleg ragaszkodtok a közösségetekhez. Én azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy jó és rossz napokban egyaránt ragaszkodni a gyülekezeti egyházi közösséghez. Hogy mennyire van meg az ma például a reformáció egyházaiban Magyarországon, hogy tényleg hűségesek az egyházukhoz. Tényleg, amikor az egyháznak nehezebb kérdései vannak, problémái vannak, negatívumai vannak, negatív kritika éri, negatív megjegyzés éri, akkor is valaki hogy ragaszkodik hozzá. Én nekem az mindig egy ilyen nagyon nagy élmény volt, hogy
életemnek a legelső évébe, mondjuk így 4-től 11 éves koromig a Kemenes alján éltem, utána kerültem át Kőszegre, hogy a Kemenes aljai paraszt embertől soha nem lehetett olyat hallani, hogy valami rosszat mondott volna az egyházra. Ez abszolút jellemző volt evangélikusra, reformátusra, protestánsokra, hogy valamilyen egyszerűen ilyen féltő kötődés volt, hogyha rengeteg baj volt, és miért ne lett volna az 50-es években, meg a 60-as években, akkor is arra nagyon vigyázott, hogy az egyházat érő, nem pejoratív, cinikus egyéb mondat el ne hagyja a száját. Az egyházhoz való ragaszkodás, reformátori mondata, hiszen, hogy él a Földön egy szent nép és gyülekezet, csupa szent, egyfő Krisztus alatt, a Szentlélek hívta egybe, egy a hite, a szándéka és a gondolkodása, sokféle adománya van, de egységes a szeretetben, nincs benne szakadás és elkülönés, és ami miatt leírtam ezt, így gondolkodunk el, hogy én is egyik része és tagja vagyok, minden javainak élvezője és részes társa. Ugye ez azért egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én mondjuk ezt ma Magyarországon más összefüggésben is aláhúznám, hogy mennyire tudunk valahogy úgy egymáshoz közel kerülni, hogy valahogy azt érezni, hogy én részes társ vagyok. Tehát a közösség iránti ragaszkodásom az egy nagyon fontos, megalapozott dolog. Ezt ifjúsági konferenciákon szoktuk így gyakorolni, hogy az összetartozást a különböző ilyen tinédzserek által színesre festett körmek is, de meg tudtak állapodni egy színben, úgyhogy ez nagy küzdelem volt egy ifjúsági tábor végén, hogy ne piros, zöld, meg sárga, meg mindenféle legyen. Nagy győzködelem után mégiscsak összezártak. És az utolsó kérdés, hogy milyen sűrűn tudtok új erőt találni az életetekben? Ez a reformátoroknak egy alapvető kérdése, hogy mennyire vagyunk megújulás képesek. Ez nem életkor kérdése. Az én nagymamám 93 évesen anyám bosszantására még női szabóhoz ment, hogy megfelelő ruhába menjen el kávézni délután. Ettől az én édesanyám az teljesen kész volt. Miért kell már neki ilyen helyre menni? 93 éves, ő mondta, nem. Hát én nem fogok ebbe a régi ruhába elmenni a kávézni a barátnőimmel. Ez nem életkor kérdése, hogy van egy ilyen megújulási kedv bennünk. Ameddig bennünk van ez, tehát a hitünk erősíti, segíti ezt a megújulást, ez a reformáció egyházainak egy hihetetlen nagy meghirdetése volt. Ugye igazából a 95 tételnek az első tétele is, hogy a naponkénti megtérés az a naponkénti megújulás. Tehát az a naponkénti kedv, a naponkénti öröm, a naponkénti felfedezés, a naponkénti odaérkezés, és az, hogy én újból tudok valamit kezdeni. De igazából ez a van-e kedvem alkotni? Ez egy nagyon komoly kérdés, hogy van-e kedvem valamit úgy tenni, valahova elindulni. A vigasztalás, energia, kedv és érdeklődés adása. Az egyházban tudunk-e ilyet továbbadni? Ez is egy nagy kérdés, hogy mennyire tudunk az embereknek, a társainknak, mennyire találunk mi magunk ilyen jellegű energiát, kedvet, érdeklődést. És ez egy kicsit mai kifejezés, de én azt gondolom, hogy elég jól tudjuk ezt ma érteni. Ugye amikor az elektromos autó tulajdonosok ma panaszkodnak arra Magyarországon, hogy kevés elektromos töltőpont van. De elég sok templom és gyülekezet van Magyarországon, tehát a lelki feltöltődéshez kínálkozik nagyon sok hely, csak az a kérdés, hogy valójában úgy éljük-e meg a gyülekezetben való életünket és létünket, hogy az oda való megérkezés az egy hatalmas feltöltődés, és amikor onnan kiindulok és kilépek, akkor én ilyen energiával fel vagyok töltve. Tehát nem csak a hitgyülekezet töltődhet fel, én mindig ezt mondom, nem csak a különböző olyan jellegű közösségek, ahol direkt erre technikával mindennel utazik a szervező, minden gyülekezetnek igazából az a célja, hogy feltöltődjön az, aki ott van, aki ott jelen van, aki ott részt vesz.
És én azt gondolom, hogy ez a reformátoroknak egy visszatérő témája volt, és erre biztos, hogy rákérdeznének, hogy ezt milyen sűrűn éljük át. Nem elég csak szenteste, vagy nem elég csak egyszer-egyszer, hanem milyen sűrűn. De a feltöltődő gyülekezet az valahogy így veszi körül a lelkészt, így él körülötte, keresik az alkalmakat. A kereszténységben minden arra rendeltetett, hogy az ige és szentség által naponként elnyerhessük bűneink ingyenes bocsánatát, megnyugtathassuk lelkiismeretünket, nyerhessünk új erőt, amíg csak élünk. Naponként érezzük erőtlenségünket, naponként kiáltunk segítség után, naponként vétkezünk, és naponként kinyújtjuk könyörgő kezünket Isten atyai keze után. Ugye a reformáció így érti az élet megújulásának a helyzetét és szentségét, hogy valamilyen formában tényleg ott lenni állandóan, nagyon egyszerűen, egyszerű templomba, nem diszítettem, nem túl harsogó helyzetbe, de ezt áttélni. És röviden az öt jelző a végén. Mi lenne, mi az az öt jelző, ami a reformáció örökségét ma megjelenítheti? Én próbáltam kiválasztani öt jelzőt. A jelzőket nem a 16. századhoz illesztettem, a tőlük veszem azt, hogy miért pont ez, hanem majd a maiakhoz. Ugye ez a reformációnak a híres wittenbergi oltárkép, a központra, a lényegre mutatás, de az első az lenne a jelző, amit én használnék, hogy motiváló egyház. És itt csak a jelzőkre próbálok koncentrálni. Motiváló egyház. Mert azt hiszem, az egyház, ha ma a reformáció egyháza, akkor az az a közösség, amely motiválni tud, ahova érdemes beépülni, ahol életünk lelki otthonát és társait megtalálhatjuk, ahol irányt és tartalmat kaphatunk a mindennapi küzdelmekhez, ahol valóban felfrissülök, tehát egész egyszerűen motivál. Ugye a hitéletem területén is, az életem területén is, a kapcsolataim területén is, a munkám területén is motivál az egyház. Vajon ilyen motiváló egyházak-e a reformáció mai egyházai? Vagy vagyunk-e annyira önkritikusak, hogy megkérdezzük azt, hogy ha nem vagyunk motiválók, vajon mi a baj? Vagy mi a gond? Vagy mi akadt el? Vagy mi hiányzik? Vagy mit vagyok hajlandó átállítani, hogy mégiscsak motiváló egyházak legyünk? Ugye a motiváló egyháznál egy egyszerű falusi templomba is nagyon hamar megérzik azt a közösség tagjai, hogy valami megújul, valami elindul. A gyerekeknek óriási erő ez. Ma nagyon sokan kritizálják, mondják a kötelező hit és erkölcst, a jó vagy rossz. Én meg újabban mindig azt tapasztalom meg, hogy egy hihetetlen nagy küzdelem, de hány olyan embert indított el, aki különben soha nem került volna templom meg egyház közelébe. És az, hogy most ezzel kilódni kell, hogy egy gyereknek, két gyereknek, hát régen kilódtunk ezzel a szorvány közösségben, amikor Baranyában például 18 faluba jártunk ki Pécstől, reformátusok is, evangélikusok is, és akkor is csak egy-két gyerekkel tudtunk foglalkozni. Tehát ez hihetetlen, és ez a motiválás, ez minden modern korban másképp jelentkezik, mint régebben. Gyülekezeti életekben is, kirándulásokra, szabad mozgásokra, együtt töltött időre szükségünk. A másik, az a divatos szó, a motiválás után, a második az informáló egyház. Vagy informál-e az egyház? Én Pécset kezdtem segédlelkészként, 7 évig voltam segédlelkész, engem Káldi püspök úr meg az evangélikus egyház megajándékozott egy ilyen hosszú segédlelkészséggel, nem is akárki mellett, mert egy nagy evangélizátor mellett, Barikó Zoltán mellett voltam 7 évig segédlelkész, és ez egy nagyon jó dolog, hogy az ember egy templomot megtöltő, csúcsra járatott evangélizátornál kezdi a segédlelkészségét, és hát bizony, ugye, ha ő fölment, zsufolva teli a templom, ha ugye segédlelkészek fölmentek, ugye hívek éreztették. Hát ez nem az igazi, hát ez a kis káplánocska is próbálkozik, meg igyekszik, de majd belejön, majd valami lesz vele. Ugye, de ott volt 2-3 ilyen nagyon alaptag a pécsi gyülekezetbe, akik mindig azt mondták, hogy nagyon fontos az, hogy tudjak tanulni is valamit. Új ismeretet kapni. Tehát szép az, hogy egy prédikáció érzelmes, szép az, hogy egy prédikáció romantikus, de tanulni szeretnék valamit.
És én az informáló egyház alatt ma azt érezem, hogy azért küzdeni, hogy amikor valaki rámegy egy internetes, facebookos, bármilyen egyházi területre, akkor kap-e olyan informáló tudást, amelyik tovább segíti, és érezhet, hogy ez mennyire fontos. Új ismeretek, tapasztalatok, ugye a Biblia, mint megújuló ismerettár és tudásanyag, és a konzerválás helyett egyfajta ilyen lelki fejlődés a cél. Nekem nagyon tetszett ez az installáció, ez most csak egy kis részét mutatom, ez egy hatalmas nagy ilyen installáció, ajtókból állították össze Wittenbergbe, és körülbelül olyan 15 méter, inkább 25 méter magas széles, rengeteg ajtóval, és minden ajtó nyitott, és minden ajtó minden oldalára az egyházból valamilyen üzenet van rajta. És ez egy ilyen modern installáció, ami jelzi azt, hogy egy információs kényszerben kell élni. Kreatív az egyház. Ez egy nagyon divatos szó lett, és a kreativitást tanítjuk, én sem tudom hányszor ejtem ki az egyetemen egy délelőtt, ma 3x90 percet beszéltem, ez a negyedik előadásom, biztos, hogy sokszor kiejtettem ezt a kreatív szót, és használjuk, de ugyanakkor nagyon fontos, ugye, hogy kreatívak vagyunk-e az egyházban, és az egyház maga kreatíve, hogy vannak események, feladatok, alkotok-e benne. Van, aki csak egy kicsit, van, aki nagyobbat, és hogy igényt tartunk arra, hogy mindenki a maga karizmáját alkotó módon meg tudja élni a gyülekezetbe. De ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mindenki nyilván a maga módján éli ezt meg. Én sose felejtem el, hogy utánam is ezekben a baranyai falvakban most nosztalgiázok egy mondat erejéig, oda került egy lelkész testvérem, és aztán egy olyan másfél év után találkoztunk, és panaszkodott, hogy majd mesélgett, hogy nehezen megy a dolog, hát ő nem is tudja, mert ő úgy csinálta, hogy szendvicset szokott csomagolni, és akkor az két Isten tisztelet között megeszi az úton, míg Pécsvárad, meg Mohács között autózik, ne? És akkor ugye elkezdte gondolkodni, hogy lehet ez? Én az összes ilyen erős kilóimat olyan helyzetbe szedtem, hogy legalább kétszer ebédeltem ezeken a szórvány területeken. Hiszen a híveknek az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy igen, lehet, hogy én nekem eleve a kommunikáció volt olyan, hogy nagyon megdicsértem, és akkor mindig főtúst kaptam Paradicsom Mártással, mert egy néninél megdicsértem, és ő elterjesztette a faluba. Csak valahogy ez a kreativitásnak a megtalálása. Tehát, hogy aki asztalos, az azt hadd élezze, aki tanár, az azt hadd adja bele, aki házi asszony, az azt hadd adja bele, aki türelmes kísérő, meghallgató, az azt. Szóval ez a kreatív, ez egy nagyon összetett dolog, és ma újra föl kell fedezni. Mert én azt hiszem, hogy nagyon sok helyen passzívak az egyházi közösségeink, és nem eléggé engedik meg a kreativitást a gyülekezet tagjainak. Várja a közösség a munkámat. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy gyülekezetben van-e nekem valamilyen szerepe? Valamit még végezhet-e? Van-e feladatom? És az a jó, ha van. Hiányoznék, ha nem lennék ott. Ennél jobb dolog nincs. Mondjuk ezt rektorként nehéz áttélni, mert amikor most egy hétig elmentem Németországba, szerintem az egész hittudományegyetem felszabadult. Én ahogy nézegettem a bejárási, meg a belépési kódkártyákat, hát ugye eléggé lazán ment az élet, hát ugye egy hétig Münchenből nem olyan könnyű hazajönni, de egy pozitívan is át lehet ezt élni. A kreativitás azért mindig az ősi mesterség. Azt hiszem más is volt olyan helyzetben, az őrségben, hogy odaengedték a koromhoz és próbálta utánozni ezt a műveletet. Azt mondta a fazekas, hogy tök egyszerű, ne is gondolkodj, és tegyem oda az ujjamat. Hát nem ez a forma jött ki az én ujjamról, elárulom, de a kreativitást meg lehet tanulni, meg lehet élni, nagyon fontos. Gyülekezeti közösségekben, különböző alkalmaknál minden kreativitást meg kell becsülni. Ha valaki akadémiai szinten járul hozzá, valaki házi munka segítségével, egyformán lényegesen. És az utolsó előtti jelző, ez a stabilizáló. Mennyire stabilizáló az egyház? Ja, az a stabilizáló, amilyen fix állandó pont az életemben. Amit nem merek mással összehasonlítani, mert nincs máshol ilyen. Tehát, hogy érzem-e így az egyházamat. Ugye ez nagyon sokszor a templomba fejeződik ki. Hogy belépek a templomba, az én templomomba.
Szoktam ilyet játszani, rengeteg ilyen retorikai, meg egyéb tárgyakat is tanítok, amik ilyen mozgással is járnak. Általában azt szoktam megkérdezni az első éves teológus hallgatóktól, hogy hunyják be a szemüket az első órán majdnem mindjárt, és érzik-e az otthoni templom illatát. Mert szerintem a saját templomunknak az állandó illatát bárhol tudjuk érezni. Az annyira kötődik. Van, amelyikbe kell egy kis ilyen énekes könyvillat, van, amelyikbe a virágillat, van, amelyikbe esetleg másnak az illat, de mindenkinek ez a saját, ez olyan kitörölhetetlen, ez az állandó. Ilyen nincs máshol, ez egy állandó. És a kötődés különleges mélységét megéli. Erre hihetetlen nagy szükség van ma is. Ezek kifejeződnek a szentebb cselekményekbe, keresztségbe, úrvacsorába, a kötődés állandó, hirdetett ige, a szentségek, az imádság, stabilizáljuk az életünket, örök erők, tiszta értékek. De ezeket is állandóan tréningbe kell tartani. Tehát ezzel állandóan erősíteni kell. Nem automatizmusok. És a reformációnak ez egy hihetetlen nagy üzenete volt. Életünk alapjait erősítik meg, és ezzel mindig vissza lehet térni. Senki előtt nem zárul be az ajtó. Mindig vissza lehet térni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. Nagyon sok pozitív értéket fiatalokon keresztül, megújulással ma is át lehet érni. Ugye Melanchthon számára, mint humanistának egy nagyon fontos mondata volt az, hogy a tudományokat, beleértve a teológiát, filozófiát, mindent, ugye akkor a teológia volt a tudományok teteje. A többi igyekezett utána. Ma ezt már nem is szoktuk mondani. A tudományokat meg kell szabadítani a rárakódott rozsdától és sporttól, hogy visszanyerjék az eredeti fényüket. Ez egy hihetetlen nagy mondat. Hiszen Melanchthon volt az, aki az egész iskola rendszert Németországban megújította a saját írásaival. 10 000 levelet írt Melanchthon, és mind a 10 000 megvan ma is. Tehát minden levele megvan, mind a 10 000 megvan. Én most egy csomót láttam kint Wittenbergben, úgy eredetiben, kézben is foghattuk. Hál' Isten, Balogh Zoltán is ott volt meg. Sokan nagy magyar előkelőségek, és nagyon közel engedtek minket a kincsekhez, nem a nemes gesztusból. És nagyon izgalmas dolog ez, hogy az eredeti fényt azt meg kell tapasztalni, azt újra el kell érni. És ugye ez Melanchthont most azért emeltem ki, mert ő a teológiától is ezt követelte, hogy az eredeti fényt mutassa, tehát porolja le magát, és legyen friss, legyen új, de ugyanakkor az értékét ne veszítse el, hogy az eredeti fény az úgy csillogja. Ugye Melanchthon ezt mondta, hogy kit ne bosszantana évszázadunk nagy hiányossága, ez most egy másik oldal, hogy kortársai mulasztása miatt nélkülözni kell a régi autorokat, le kell mondani mindarról a nyereségről, amelyet a maikor emberei élvezhetnének, ha régi szerzők veszendőbe nem mentek volna. Tehát a régi értékek. De Melanchthon volt az, aki szembe ment azzal a mozgással, hogy már a 16. században azt kezdték mondani, hogy fölösleges a teológián görögöt meg héber tanulni. Minek az? Nincs rá szükség. És ő Melanchthon volt az, aki azt mondta, hogy igenis hihetetlen nagy szükség van a görögre is, meg a héberre is, az eredeti érték felfedezéséért, és ő még egyet hozzátett, hogy a nyelvekből, a klasszikus nagy nyelvekből tanulja meg az agy a szükséges logikus rendszert, amiben később retorikai emelt szinten meg tud szólalni. De most gondoljunk bele, hogy ma, aki latint, görögöt tanul Magyarországon, annak egy olyan retorikai előnye van, és egy olyan logikus rendszer tanul meg, hogy általában annak például a matematika is könnyebben megy. De ezek egy nagyon izgalmas dolgok, ezek a régi nagy kijelentések, hogy nem szabad lemondani a régi kor embereinek, a régi szerzőknek a műveiből. Ugye érdemes visszamenni.
Az egyik legnagyobb baj sokszor az, hogy nagyon sok ember, én a lelki pásztorokat a legvégén szoktam az ötödik év vagy a hatodik év folyamán azt mondani, hogyha én tőlem semmi más nem tanult meg a teológián, egyet tanuljon meg, hogyha beiktatják a gyülekezetébe, akkor az is eszébe rólam, hogy nem vele kezdődött a gyülekezet története. Ha ezt megtanulja, és a régieket tudja egy kicsit úgy megnézni, kikutatni, akkor olyan új forradalmat is csinálhat, mert vele együtt fogják csinálni. Ez nem egy egyszerű dolog, a reformáció nagy összefüggés. És az utolsó, hogy szeretetre méltó egyház. Én azt gondolom, hogy a reformátorok arra vigyáztak, hogy ne mondjunk könnyen ítéletet az egyház fölött. Az egyház Krisztus műve, az Isten csodája, egy hatalmas kincs, aminél óvatosan kell bánni a mi ítéleteinkkel. És az evangélikus protestáns örökség, az egyház féltése, a szeretete és a féltett, megbecsült kincs, és egy kicsit az, hogy ajándéknak tudjuk-e tekinteni, hogy ma is megvan az egyház, és van helyünk benne. Ez egy nagy kincs, egy nagy ajándék. Hogy tudunk menni, hogy tudunk élni benne, milyen közösségként, mennyire tudjuk ezt megélni, különböző élethelyzetekbe. Luther számára az egyház mindenek előtt a Krisztussal való élet eseményét jelentette, és én ezt az utolsó mondatot nagyon fontosnak találom, hogy Luther nem az emberek, hanem az Isten felől közelítette meg. Luther mindig erre vigyázott, hogy nem az emberek felől. Ugye nagyon sokszor ma azt próbáljuk nézni, hogy kinek mi az igénye, mi az elvárása, mi hogyan történik, ezzel nagyon vigyázni kell. Hogy tudok úgy tekinteni, hogy az Isten felől közelítem meg, mint a tőle kapott és az általa megőrzött, különleges és páratlan életteli valóság. Picit érdemes néha ezekről elgondolkodni, kicsit átadni magunkat annak, hogy átgondoljuk a életünkbe és a reformáció, a reformátorok örökségét, és ez az öt kérdés, vagy az öt jelző egy ilyen kis kirándulás szeretett volna tenni, hogy a lényeget el ne felejtsük, élő módon benne maradjunk, és én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Utolkamaszkori hív volt, hogy örök kritik az egyházzal szemben. Olyan, köszönöm a mai hívásra. Sok tekintetben köszönöm szépen. Nem tudom, köszönöm, van egy pár percünk még, szabad kérdezni a professzor úrtól, hát van kérdése, éljük a lehetőséggel, nekem lenne. Van-e annak nyoma, hogy akár Luther, akár Calvin az egyházból kilépett, és őt alapított, hogy egyházat alapított? Mert ez olyan kérdés, hogy az ellen tábor, ha támad bennünket, ott a válasz, hogy ő megpartad, de Gusztály közgét vár meg is. Ő nem akart megszakítását. Igen, hát szóval ez az egyház történészetnek mindig egy újra visszatérő témája, meg újra vizsgált dolog, de tény az, hogy most Wittenbergben nagyon sok előadást hallgattunk, én is így sok minden új információt erősített meg, abba, hogy tulajdonképpen a reformátorok egyike sem akart ilyen értelemben kiszakadni. Tehát mindegyik valamilyen formában szerette volna azt, hogyha az egyház egésze reformálódik meg, illetve az, ami elindult az ő, ugye nagyon Luthernél is, de ugyanilyen Calvinnál is van, ugye, hogy megijedt attól, hogy ami elindult, az nehogy nagyobb kárt okozzon, és nehogy szakadásokat, meg olyan feszültségeket okozzon, hogy nagyon-nagyon tönkreteszi azt, ami egyébként megvolt, vagy megvan. Tehát ő bennünk volt egy ilyen félelem. Luther még erre külön érzékeny is volt. Ugye Melanchthon, meg Calvin, azért ők jobban megértették ilyen szempontból egymást. Tehát Melanchthon és Calvin közelebb volt egymáshoz. Ugye Calvinnak az a fajta kifinomult
rendszeressége, ami a műveiben megjelenik, az Melanchthon számára egy óriási kapcsolópont volt, mert ő ugyanúgy gondolkodott. Ugye Luther ezt nem tette. Tehát ugye Luther számtalanszor megmondta, majd jó, Philippuson te elvégzed. Tehát ismerjük ezt a fajta munkát, tehát félig megírjuk a házi feladatot, és majd te szépen befejezed. Ugye ismerjük ezeket a jeleneteket. Tehát nem, tehát én úgy érzem, hogy a reformátorok maguk nagyon-nagyon féltették azt, hogy olyan végzetes szakadás, vagy olyan végzetes kikerülés semmiképp sem volt a céljuk. Tehát az Anya Szent Egyház, mint olyan, az számukra szent volt. De utána sok olyan kemény idő volt, amikor a luteri ortodoxia, meg a különböző kálvini ágnál is a megfelelő ilyen nagyon-nagyon kemény mozgások, azok a durva dolgokat jelentettek ki. De maga a reformátorok ezt úgy szerették volna az egész egyház, tehát tulajdonképpen az egyház teljes megújulása következik be. Tehát ugye ebből ma is van egy olyan rész, hogy azért mi nem kell, hogy úgy tekintsük magunkat, hogy mi az Anya Szent Egyházból kiszakítottak vagyunk. Az, hogy másfajta meggyőződéssel és tézisek alapján valaki ennek az ellenkezőjét mondja, az gyakorlatilag a mi alapállásokat nem kell, hogy befolyásolja. Tehát én így gondolkodok erre. Bárki, amíg valamit tessék. Azt szeretném csak említeni, hogy tetszett mondani, milyen nagy szerepe van az egyházban az éneklésnek, hogy megfigyeltem már, hogy ateista emberek is, amikor komolyabb idegi munkát végeznek, vagy gépkocsit vezetnek, már én is megfigyeltem a családban, hogy nem valami tánczenét, vagy mit tudom én, ilyen jazz, vagy akármit tesznek be, hanem gospel tesznek be a úgyis figyelme, és még rákérdeztem az illető ateista úrtól, hogy hát mi van, téged is érdekelnek ezek a gyülekezeti éneket. Azt mondja, hogy nyugtatja az idegrendszer. És nagy igazság van benne, mert én saját magam is megtapasztaltam, ha komoly feladatra készül az ember úrtól, akkor nem ilyen tantan zenét tesz be, hanem ilyen szép gyülekezeti éneket, és úgy megerősítő. Még egy kérdést szeretnék csak kérdezni, az én primitívségemnek a legfőségemmel kapcsolatban, hogy az első pont az volt, hogy olvassuk a Bibliát. Hogy nem lehetne esetleg mondjuk ezt a kétfajta Bibliát, amiről beszélgetünk, a Károlyt, meg a Vulgátát egy kicsit összehidálni, a fésülni, mert hát én azt mondom, hogy na, ezek a szűzmáriások, vagy mit tudom én. De ő meg azt mondja, hogy hát én meg ilyen szektás, meg olyan szektás vagyok. De nem mi bennünk van a hiba, hanem eleve ebből a Bibliából tanul, mi pedig a másik fajtából, és akkor persze megvan a differenciáció, a probléma, hogy ezt valahogy egy kicsikét össze. Én ezt teljesen értem, mondjuk most Kovács Mihályot tanú arra, ugye mi sokat dolgoztunk együtt, egymás mellett végeztünk szolgálatot, és Mihály volt ez a református lelki pásztor, aki minket családostul Zuglóba olyan szeretettel fogadott, hogy ezt most itt a gyülekezet előtt mondom el, hogy te olyan ajtót nyitottál, hogy nekünk még több kedvünk volt a gyülekezeti élethez, a hithez, meg a veletek való összes kapcsolathoz. Ez egy óriási, ezt muszáj elmondanom, mert a te szereteted az nekem egy ilyen etalon minden szempontból. És az a visszagondolok arra, hogy mi is ott hányszor, és ugye például most egy kicsit közelebb jövök. Minket meg azt bosszantott, hogy a két énekeskönyvet nem tudjuk rendesen egymás mellett énekelni. Mert egy-két szónak el kell térni a református meg az evangélikus énekeskönyvbe. Miért nem tudjuk ezt egyszerre? És akkor néha mi megoldottuk, mert ugye Mihállyal bevezettük azt, hogy volt, amikor én prédikáltam ott reformáció ünnepén, te prédikáltál nálunk, és akkor azt mondtuk, hogy mindenki, aki eljön a másikhoz, ott tegye szépen nyugodtan az evangélikus énekesnőt, hagyja otthon a Bosnyák téren, és a Róna utcába pedig vegye elő református énekeskönyvet, meg fordítva is, legalább évente egyszer, meg kétszer, meg nagyheti sorozatban, meg egyébként egy kicsit próbáljuk meg azt, hogy most a másikét előveszem. A Bibliával az a helyzet, hogy én azt gondoltam, hogy a magyarországi vonatkozásban egy ilyen egységesebb bibliafordítás valamikor még a mi életünkbe kirajzolódik, de ha leül valaki olyan biblia tudósokkal, akik megszállottjai a precizitásnak, két szónál tovább nem tudunk.
Mert ezt nem tudom, onnan örökölti, tehát én sajnos gyakorlati teológus vagyok, de hát én elve rosszul vagyok, amikor valaki ilyen vitákat gerjeszt szavakon, meg végződéseken, de én azt gondolom, hogy nem csak erről van szó, hanem biztos, hogy arról is szó van, hogy azért ez a így szoktuk meg, vagy ebben éltünk, és ebből nagyon nehezen tudunk kilépni. Én azt is észrevettem, hogy például egy új énekeskönyvnek a bevezetése. Hát a mi egyházunkban borzasztó feszültségeket hozott az új énekeskönyv bevezetése. De mert nálunk egy új szöveget lefordítottak, vagy újra fordították, ilyen újabb szövegek vannak benne, és meg kell, hogy mondjam, hogy tehát évtizedek alatt jutott el odáig, hogy úgy nagyjából most megint van egy énekeskönyv. De ez évtizedek voltak. Tehát az ilyen lépések nagyon nehezek. Mondjuk én, amit nagyon fontosnak tartok, hogy azért a bibliai szövegeknél most már nagyon sok olyan bibliai kiadvány van, ahol azért a különböző szövegek egymás mellett is így kísérhetők. És azért ez már valami. Tehát, hogy így is lehet egy kicsit nézni. Hogy aztán ez valaha előbbre jut-e, ez egy borzasztó nehéz kérdés. Ennyit tudok hozzá mondani. Én köszönöm, hogy Menachem kiemelted. Az első beszélgetésünkön is az volt, hogy noha mindenki abban gondolkozik, hogy reformáció, Luther és Calvin. Igen. És ahogy Calvin mellett kérem, majd a igen. Második előadást Zwinglivel lesz. Pontosan. Együtt. És nagyon fontos. És ez nagyon hasonló ez a két páros. Nagyon fontos, és ugye az is egy pozitív, hogy Zwingli gyakorlatilag beolvadt a Calvin igen. által képviselt Krisztus dicsőségére beszédeimbe. Hát ugye ez tényleg egy nagyon fontos dolog, mert most csak ezt így azért pillanatra felolvasom egy olyat, hogy vélekedtek egymástól Luther és Melanchthon. Azt mondja Luther, nekem ki kell írtanom a tuskókat és a fatörzseket, le kell vágnom a tüskéket és a szúrós sövényeket, és fel kell töltenem a pocsolyákat, nekem kell az utat előkészíteni, és nekem kell mindig vett tudomású östvényt vágni a bozótban. Mert magiszter Philippus Melanchthon viszont nagyon csendben lépked. Épít, ültet, jókedvel vet és öntöz, mert Isten olyan bőven elhalmozta őt az ő adományaival. Egymásról hogy vélekedtek, hogy Luther saját maga elismeri azt, hogy ő ilyen favágó szinten, tehát a lényegre törően, átvágva bozótot, ösvényt készíteni, és a nagy tudással, a nagy műveltséggel rendelkező, az adja bele azt a finom hangolást. És ez néha a vezetőknek nem egyszerű. Tehát, hogy egy nagy központi alak, hogyha ezt említetted, egy csomó mindent itt kigyűjtöttem Melanchthonnal kapcsolatban, hogy az az érdekes, hogy Luther nagyon sokat veszekedett Melanchthonnal, ez is erős lehetne egy előadást tartani, de végső soron mindig el tudta ismerni azt, hogy a szakmai mélység és a tudás minőség az Melanchthonnál több. Tehát ezt mint erre képtelen volt elismerni. És ugye ezt mi néha átfogalmazzuk. És az Luther nem tette kisebbé, hogy ő Melanchthonnak ezt a szakmai tudását. Ugye ez tényleg mindig olyan dolog, hogy vajon egymásnak, egymás mellett dolgozó élő emberek mennyire tudják egymásnak a dolgait kiegészítve megélni, és nem úgy, hogy akkor én téged eltaszítalak innen, hanem. És ez ugyanígy igaz a Calvin Zwingli témára. És nyilván hát ezek a szangvinikus reformátorok, ezek nagyon tudtak veszekedni egymással, de nagyon tudtak békülni is. Tehát ez egy nagy különbség. Tehát, hogy nézeteltérések nagyon-nagyon megjelentek, de amikor úgy le kellett állni, akkor képesek voltak arra, hogy az utolsó percben befékezzenek. Tehát amikor újra fogalmazták az ágostai hitvallást, Luther kénytelen volt befékezni. Nem akarta tönkretenni a dolgokat, mert csak tönkre tudta volna tenni, mert rábízta Melanchthonra, és Melanchthon végére vitte annak idejét. Tehát ilyen nagyon sok ilyen helyzet van, és erre azért érdemes gondolni, mert ezek nagyon
ilyen ezek olyan kincsek, amiket mindig újra érdemes átgondolni. Tudom, valaki, tessék. Én nagyon örülök, hogy itt lehetek, és annak is nagyon örültem, hogy a közösségből is szó esett az egyházról, mert bizony nagyon fontos ma az egyházon belül a közösségnek az érintése. Most a teológiai órán a professzor föltette a kérdést a hallgatóknak, hogy mondjátok, mi könnyebb, templomot építeni, vagy közösséget építeni? És erre a nagyon csapdaszerű kérdésre azt válaszolták, hogy hát könnyebb templomot építeni. Miért? Mert ha leesik egy tégla, ketté törik, veszem a következőt, aztán kész. De a gyülekezetben emberek vannak. Ez valaki megsértődik, valaki valamilyen ok miatt elmarad, rendkívül nehéz ma közösségben lenni, mert az emberek nem vállalják a közösséghez való tartozást. Nem tudom, hogy itt hogy van. Az általános tapasztalat az, hogy a templomban sokan vannak, de az úgynevezett egyházfenntartói médiacégben, mondjuk, hogy választói médiacégben sokkal kevesebben nem vállalják a közösséget. Nem szeretnek tartozni valahová. Igen. Templomba elmennek, mert az esetleg érdekes, talán egy jó igehirdető van egyébként, tehát visszatérve és nem szaporítva a szót, a közösség építés ma egyik legnagyobb probléma, gyülekezet építés. Ugye Gyökösi mondta azt, hogy nem közönség vagyunk, hanem közösség. Hát tessenek szívesedni, közösségé válni. Ugye sosincs készen, ebben mindig benne van, az a közösségért mindig tenni kell. Ehhez kapcsolatban csak egy mondatot, hogy én nagyon szeretem ezt a gyülekezetet, és nagyon sokat kaptam, nagyon sok szeretetet a gyülekezettől. És nem csak az, hogy 25 évet lehettem presbiter, hanem hogy itt élhettem ebben a gyülekezetben, és nagyon jó volt a gyerekeket ide hozni. És ennek a gyülekezet ez úgy él a mai napig, hogy rengeteg gyerek van. Mm-hmm. És ez a válasz is a gyülekezet építésre, gyereket nélkül nem megy, ahogy láttuk a képen is. Ezek énekelnek, ezek örülnek, ezek együtt mennek kirándulni, és a lelkészünk viszi őket. Büszke vagyok, hogy itt lehetek. Büszke, szeretem, egyszerűen jó itt. Ezt muszáj viszont informálni. Professzor, köszönöm. És van egy jó lelkészünk, és egy nagyon jó kórusunk. Hallottam már? Különben azért annyit megmondjak, hogy azért vannak nekem információim, és azért a pozsonyi úti gyülekezetről mindig jókat hallottam. Tényleg jókat szoktam hallani. És vágyik ide az ember. Igen. Tulajdonképpen, de igazából, ha visszagondolunk a reformáció egyházújításának, ez volt az egyik lényege, hogy ez megélhető, tudatosan érezhető, élhető valóság legyen. Egy felüldülés, egy teljesen más lelkület hazavitele, a lemét feltöltődik az ige által is, és a testvérek által is. Nagyon fontos egy következő héttől. Ami erőt ad az élet minden dolgaiba további terébe, könnyebb, mert valahogy nem érzi az ember magányosan magát. Úgy Istennel, Krisztussal, mint a gyülekezet megtartó erejében, mert ő az is megtart a gyülekezet együtt, ő is Krisztussal. Lelkészítéken segédre lelkészít, és nagyon szeretjük, és nagyon örülök neki. Igen, várja meg a szolgálat. Örültem, hogy találkoztunk is. Persze, megmondom őszintén, nem szép, de én irigylettem. Azt tudná hallaná, Filipposz Melanka hallaná, irigylem az evangélius teológia hallgatóit. Ilyen tanálom is fel, ebben semmi utolgáskodás nincs, ilyen lendülettel, ilyen kérdőt előadni, te jó nekik, haladja.
hogy eljöttél hozzám, címből köszönjük. Feles Gyurzsámat, remek este volt, köszönjük. Ha találkozhatunk még, bátran találkozhatnánk. Ez a tűz maradja meg tovább, ez a hit, ezt kívül köszönöm szívvel. És én is köszönöm a munkával és a gyülekezet közösségére. Köszönjük. Köszönjük. Nagyon-nagyon jó volt itt lenni. Köszönjük. Nagyon szeretjük az evangélikusokat. Igen. Vasárk utcában. Számtalanban. Hát ugye most ott a Grendorf Péter, aki ott van, ő tanítványom volt, ő, hát 6 éven keresztül, úgyhogy a gyakorlével együtt, de egy nagyon feleségével együtt egy nagyon-nagyon lelkesek, szóval. És az az igazság, hogy azért ugye nyilván a teológiai tanárok, mi mindig ezt szoktam mondani, meg ezt meg is ismételjük, tehát, hogy azért az is egy nagy csoda, hogy azért az Úristen ma is ajándékoz nagyon jó fiatal lelkipásztorokat. Tehát azért ez nagyon fontos ezért imádkozni, meg könyörögni, mert ez nem magától értődő. És ugye például mi tavaly átéltük azt, hogy lelkész szakra a Hittudományi Egyetemen csak 2 tudtunk fölvenni. Tavaly. Itt már majdnem mindenki pánikba esett, és idén meg 16 jelentkezőből 12. Szóval ez azért nem olyan magától értődő, hogy mindig minden olyan simán megy, hanem ezzel is hordozni kell, törődni kell, kérni kell, de örülök neki, hogy így a gyülekezettel ilyen kapcsolatban is hallottam, hogy közöttetek is ilyen testvéri és jó kapcsolatban, úgyhogy ez. Köszönöm szépen. Jövő szerdán tervezhetünk, folytatjuk sorozatunkat. Jövő szerda témája az erdélyi aranykor fejedelme Betlen Gábor. Előadást tart Rácz Sándor erdélyi lelkész egyháztörténész. Jó szívvel várok jövő héten szerdára, és addig is persze mindenkit lehessük együtt, és örülünk reformáció kincseinek. Isten velünk, áldás békesség!